A megváltozott útviszonyok óvatos vezetést és gyakran rutint is igényelnek. Várva várt tél megérkezett, a csapadék miatt ugye hasznos a mezőgazdaságnak, de a közlekedőknek ez bizonyos veszélyeket jelent. Itt a közlekedés terén felhívnám az autósok figyelmét, elsősorban, hogy a járművüket készítsék fel a téli viszonyokra, amit a rendőrség is, mint társzervként elégszer hangsúlyoz, téli gumi hasznos tud lenni. Mi szempontunkból, hogyha hosszabb útra indulnak, akkor megfelelő mennyiségű üzemanyag legyen, telefon legyen feltöltve, illetve megfelelő víz és egyéb folyadék legyen náluk, illetve figyeljék folyamatosan a tél során, hogyha hosszabb útra indulnak, a meteorológia, illetve a katasztrófavédelem figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, és nagyon szépen kérjük a lakosságot, hogy ezt vegyék is komolyan, hogyha olyan jelzések vannak, hogy különösen komolyabb szélvihar, havazás, jégeső, ónos eső érkezhet az országba. Mediterrán ciklon, sarvidéki levegő, kettő találkozása révén bármikor bármi előfordulhat a tél folyamán. A fűtési szezon elindulása előtti átvizsgálás fontosságát folyamatosan hangsúlyozzák a szakemberek. Attól függően, hogy milyen fűtőrendszert használnak az adott házban, a veszélyek is változóak. A vegyes tüzelésnél felhívnám a figyelmet a konkrét tüzelő anyag megválasztására, illetve ugye most az a szabályozás van, hogy a kéményseprést azt a lakosságnak kell kérni a kéményseprőktől, tehát ajánlom ezt figyelmükbe a lakosoknak, hogy keressék meg a kéményseprő szolgáltatót a katasztrófavédelemnél, és a tüzelőberendezések kéményeit azokat vizsgáltassák felül a szezon kezdete előtt, illetve gázkészülékeknél a gázkészülékek felülvizsgálatára hívnám fel a figyelmet, különösen a szénmonoxid veszélye miatt, amihez szintén nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy szénmonoxid érzékelő, ami megfelelően működik, az életet menthet, és az, hogy melyik megfelelő szénmonoxid értékező, az a katasztrófavédelem honlapjáról megnézhető a beszerzés előtt, tehát ezt ajánlom figyelmébe a lakosságnak. Az adventi koszorú és a karácsonyfa az ünnepi időszakban a lakás legfőbb dísze, ám évről évre hallani számos olyan esetről, amikor komoly lakáskárt, sőt tragédiát is okoz. Az adventi időszaknak eléggé nagy veszélye a nyílt láng használata, ami ugye az adventi gyertyáknál szokott előfordulni. Hát itt nagyon figyeljünk arra, hogy hova helyezzük le ezt az adventi koszorút, amin meggyújtjuk a gyertyákat, illetve hogy felügyelet nélkül ne hagyjuk. A szakemberek már az ünnepek előtt figyelmeztetnek a veszélyre. A meleg, száraz lakásban a kivágott fenyő hamar elveszíti nedvességtartalmát, ráadásul az égés során távozó gyantagőz maga is táplálja a tüzet, ezért a karácsonyfa fokozottan tűzveszélyes dolog. Karácsony közelettével bekerülnek ugye a karácsonyfák, fenyőfák a lakásokba. Itt a fényfüzérekre hívnám fel a figyelmet, részben meg a csillagszórókra, részben a karácsonyfákon, részben pedig a házak feldíszítésénél. Tehát ott arra figyeljünk, hogy a beltéri fényfüzért, ha kültérben használjuk, az esetleg tűzveszélyt okozhat, mert nem oda készítették a gyártók. Pár perc elegendő ahhoz, hogy a szoba tűzbe boruljon az adventi koszorún égve felejtett gyertyától. Néhány alapvető óvintézkedéssel elérhető, hogy az ünnep fényei csak örömet okozzanak. Természetesen bekövetkezik a baj, akkor minél hamarabb értesíteni azt, aki segítséget tud nyújtani. Erre ugye megvannak a megfelelő telefonszámokat, 105 és a 112, illetve hát ott helyben nagyon sokszor a lélek jelenlét, a beavatkozás, akár egy tűzoltókészülék használata, ha van kéznél, vagy egy oltóvíz használata, hogyha nem elektromos tűzről van szó, az meg tudja fékezni a kezdeti tüzeket.